Vlagyimir Putyin orosz elnök legismertebb kritikusa Alekszej Navalnyi közvetlen munkatársait vették őrizetbe Oroszországban. A hatóságok a szombatra tervezett országos tüntetés előtt léptek fel az ellenzéki aktivistákkal szemben. Az őrizetbe vettek között van Navalnyi YouTube csatornájának üzemeltetője és egyben egyik ügyvédje, Lyubov Szobol, és az orosz ellenzéki vezető szóvivője, Kira Jármis is. Akitől egy riporter megkérdezte az őrizetbe vételekor, hogy ott lesz-e a szombati tüntetésen. A szóvivő azt válaszolta, hogy ebben erősen kételkedik, mert a rendőrségi akciónak az a célja, hogy ne tudjanak megjelenni a demonstráción. Az európai parlamenti képviselők elítélték az orosz ellenzéki vezető őrizetbe vételét, és felszólították az unió vezetőit, vezessenek be újabb szankciókat Oroszországgal szemben. Elítéljük, hogy az orosz hatóságok őrizetbe vették Alekszej Navalnyit. Navalnyi jogait tiszteletben kell tartani, ezért felszólítjuk Oroszországot, hogy azonnal engedjék szabadon, mondta az Európai Tanács elnöke. Alekszej Navalnyit múlt vasárnap vették őrizetbe, miután visszatért Berlinből, ahol csak nem fél évig kezelték, mert az orosz titkosszolgálat megpróbálta megmérgezni. A Bloomberg úgy értesült, Putyin kritikusát akár 10 évre is börtönbe zárhatják.